November 14-e a cukorbetegek világnapja. A diabétesz világnapot 1991 óta ünneplik az inzulin felfedezőjének születésnapján. Az ENSZ 2007-ben nyilvánította világnappal a dátumot, amelyen a betegség terjedésére és megelőzésére hívják fel a figyelmet. Ma Kona helyi cukorbetegek egyesülete ünnepséget szervezett ez alkalomból. Mai napon megérkezett az országos cukorbeteg egyesületnek az elnöke, Kincses János. Ő tart majd egy kis előadást, meg filmvetítést, mert külföldön volt kint és azzal kapcsolatban. A másik pedig a dr. Bárdos János, ő pedig megemlékezik a diabétesz világnapról. A Fodor Antal pedig, aki Maros-leléről érkezett, egy kis zenét szolgáltat részünkre. A rendezvény vendége Kincses János, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének elnöke volt, aki nemrég tért haza az ENSZ közgyűléséről, ahol kiderült, a jövőben nagy figyelmet fordítanak az egyre gyakoribb betegségre. Ebben az évben óriási dolog történt a diabétesz világában, ugyanis szeptember hónapban volt az ENSZ közgyűlésen az úgynevezett ENSZ meghallgatás, ahol Magyarországon Schmidt Pál köztársasági elnök úr és Szocska Miklós egészségügyi államtitkár képviselte, és hát a Nemzetközi Diabétesz Szövetség, az IDF, amelynek a mi szervezetünk is tagja, több mint egy éve készítette elő azt a szakmai anyagot, amellyel lobbizott az ENSZ-nél, hogy a diabétesz kerüljön a kiemelt betegségcsoportok közé. Ezt a felhatalmazást megkapta az ENSZ-től, ez pedig azt fogja jelenteni, hogy a közeli jövőben jelentős változások várhatók a diabétesz gondozás, a diabétesz megelőzése tekintetében, ugyanis az ENSZ jelentős pénzeszközöket fog bocsájtani a kutatásokra, a megelőzésekre. Ezt 20 éves küzdelem, mert utoljára 1991-ben volt ezzel kapcsolatos meghallgatás, akkor nem sikerült ezt elérni, most sikerült. Ez pedig azt jelenti, hogy ajánlásokat tesz a nemzeti kormányoknak is, hogy a diabétesz visszaszorítása, kettes típusú diabétesről beszélünk természetesen, annak a visszaszorítása érdekében. Ez egy nagyon nagy előrelépés lesz, és reméljük, hogy ennek az ENSZ határozat nyomán a magyar kormány is el fogja fogadni a nemzeti diabétesz programot, amelyik óriási előrelépés lenne a diabétesz megelőzésében. Természetesen ez azért lenne fontos, mert mondok egy-két számadatot, jelen pillanatban a Földön 340 millió cukorbeteg van, és a minden előrejelzés, minden évben borulátóbb az előrejelzés. A Nemzetközi Diabétesz Szövetség szerint 2025-ben 380 és 400 millió közé tehető a cukorbetegek száma, de az ENSZ WHO előrejelzése szerint még ennél is rosszabb a helyzet. A Makói Cukorbetegek Egyesülete minden hónap utolsó péntekén tart összejövetelt a Hajnal utcai civilházban.